nem szoktam fára mászni, nem vagyok egy olyan típus, de sétálni szeretek az erdőben, megfigyelni az állatokat. Szerintem egy jó elfoglaltság, vagy hát mindenképp jó, mint hogyha bent ülnénk a számítógép előtt. Úgyhogy örültem is, hogy volt ez a lehetőség, hogy eljöhettünk ide. Énekelni mennyire fiús dolog? Hát nem annyira, de azért mi szeretünk. Mindig is szerettem énekelni, és hát igen. Gyakran kirándultok? Igen, nagyon sokszor szoktunk a nagymamámnál kirándulni. Erre jártál már? Igen. A Zene Világnapját október 1-én ünnepeljük. Ugye ez idén elmaradt, nem tudtunk összegyűlni a gyerekekkel a sportcsarnokban, de mindenképpen szerettem volna nekik egy énekes, dalos napot adni. A kék túra mentén fogunk haladni, Csókakő az úti célunk. Ha lesz még időnk és erőnk, akkor megnézzük a várat is, és útközben tervezünk egy mini erdei koncertet is. Az iskolában tanultunk sok-sok őszi dalt, népdalt, kánont, kvódlibetet, és ezt szeretnénk ma magunkból kiénekelni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a zenei oktatás, nevelés már kiskortól kezdve, azt gondolom, hogy már akár az anyaméktől kezdve, és mivel a családunkat ugye nagyon kiskorunktól kezdve áthatja a zene, a néptánc, az irodalmi esteken való zenélés, és ugye a kórusban járás is, azt gondolom, hogy ez a gyermekeimnek is úgy gondoltuk a férjemmel, hogy ez nagyon megfelelő nevelés fog adni nekik, és igazából minden napunkat áthatja valóban, mert mindkét gyermek hangszeren is tanul, és sokat járunk táncházba is, meg a férjem által is zenei koncerteken veszünk részt sokszor, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így kerek. Megfogtam egy szunyát.